Jaj, mindig ezt nyomjátok. Hátulról kell, csak mögött arcon is szólsz, nem tudom, nem menjek. Két-három sorig, oké, de utána is. Nem hátulról nyomjak, hanem fölülről. Fölülről. Ne a sárga, oda. Csináljátok a képeket, jó? Mikó, mindig jó a képeket! Marci, told az ajtót! Gyertek, gyertek! Marci, nyis ajtót! Rendezd be! Mi vagyunk többen, gyertek! Mi vagyunk többen, nyomjatok! Marci, nyomjatok! Szép estét! Én Misetics Bálint vagyok, Gulyás Marcinak az aktivista társainak a barátja, és szólnék néhány szót. Az apropója annak, hogy mi kint vagyunk, az az, hogy a Marci meg ott bent van. De azért mégse csak a Marci miatt vagyunk itt, hanem azért, amiért kint voltunk vasárnap este is, tegnap este is, és ami miatt egyébként a Marci is bekerült, ami miatt, ami mellett ő kiállt tegnap este. És aztán a Marci is van, mert csak én azt próbáltam végig gondolni, hogy itt mondhatnék, amit Marci érte, hogy elhangozom ide kint, és mindenütetlen megjegyzésem lenne, hogy én kint a kisegészményekkel kapcsolatban, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy nem a lehetőnök az ellenfelei. Az ellenfeleink azok a magukat kereszténynek hazudó és magukat demokratának hazudó Fideszes és KDNP-s politikusok. A jogállamiságot, az alkotmányosságot, a demokráciát és a jóléti államot. Így van! Gyakorlatunk keveredünk azokkal az embertársainkkal, akikkel ma éppen uniform is van, akkor sem ők az ellenfeleink. Így van! Így van! Egyenlő! Egyenlő!
Nem elcsúszom megint a kulcsomban valamelyik ötökörében. Itt az állam szalapasztott a már. Magyar rendőr, nem bánt, magyar! Mert kicsit furán éreztem magam. Magyarország! Magyarország! Tumultuózus jelenetbe kerültem együtt Demszki Gáborral, aki akkor volt főpolgármester, amikor a fővárosi közgyűlés hatottan... Miért van ez az ruszki van? Nem látjátok, hogy ezek ruszkik? Gyerekek! Az Orbán, ki? Az Orbán orosz? Hogy is ilyen? Ki leasingbe adta őket Moszkvának? Ki leasingbe adta őket, gyerekek? Ezek ruszkik! Basszátok meg! Az anyád már meg barátom, miért vagy itt, bassz meg? Ruszkik! Haza! Ruszkik a múl! Ruszkik a múl! Ruszkik! Marci! Gyerekek, jöjjenek! Ne kamerások! Teljesen módon adta a fölháborodást, amit joggal érez. Nem csupán a CEU ellehetetlenítése, és nem csupán a civil szervezetek vegzálása miatt, hanem mindazon pusztítás miatt, amit az Orbán rezsim 2010 óta véghez vitt. A jó oldalon állt! A jobb uralom oldalán állt az önkényuralommal szemben. Ő áll a jó oldalon, és nem Ádám János, aki megszente estét, és az alkotmányosságot szolga lelkű módon szolga. Ezek oroszok, nem látjátok? Festékkel dobálni a Sándor palotát. Sőt, a polgári engedetlenségnek tekintjük a tettét, akkor még akkor is vállalni kellene a tette büntetőjogi következményeit, hogyha egyébként igaza van. Amiről szó van, ami miatt bent van, az a csoportos garázdaság és annak is a bűncselekmény gyalázata. Ez azt jelenti, hogy azzal vádolják, hogy olyan kihívóan közösségellenes erőszakos magatartást tanúsított, ami alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkoztatást, viadalmat keltsen. Amikor néhány évvel ezelőtt az alaptörvény negyedik módosítása ellen tüntettünk, és emiatt polgári engedetlenséget gyakoroltunk a Fidesz székház udvarán, akkor minket is ezzel vádoltak, és Marcit is ezzel vádolták korábban, amikor lefeszítette a választási iroda épületéről a választási iroda tábláját. Azt majd mindenki eldönti, hogy a saját lelkiismerete szerint ez egy erőszakos cselekmény volt-e vagy sem. Az biztos, hogy Marcit inkább fogja érdekelni azt, hogy a tiány... Nem, 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 volt egy ügyes ember. Azok, akik mindenkit. Egy csomó fényképezőgéppel átszázott provokátor van a téren. Abszolút. Ugye egy órán keresztül itt domokat, hogy nyugodjunk a kapulókat. Gyere, pihenni, ne hosszú lehet este, jó? Ez nem ér. Ez jöhet az egy órás váltás, jó? Megértetek, akkor most csináljátok ki, amit miért itt tudunk. Hogy azt mondom,
Háttal nyomja, háttal nyomja. Kibéljük el Marci tetszét. Tőle nekem háttal. Nem csak leszek szó, hanem bárkinek. Mikor akar a ruszki rohamot? Tehát azért van ítéljük el, mint előtt a botaszertét, hogy ne vegyük észre a szóval. Faszalat, hogy urál van meg. Tényleg, mi lenne, ha elkezdenénk ugrálni? Nap mint nap elkövet a magyar néppel szemben. 80 el lehetett összeni egy egyetemet, erőszak! Bezárni a népszak! 22.800 forintot adni tartós munkanélküli embereknek! Erőszak! Elhelyezés nélkül utcára tenni embereket! Erőszak! Kriminalizálni a hajléktalanságot! Erőszak! És még néhány szót arról, hogy mi kihívóan közösség ellenes. Mi kelt bennünk megbotránkoztatást? Bennem Marci tette, nem keltett megbotránkoztatást. De minden, amit tesz az Orbán rezsim 2010 óta, Orbán Viktor minden beszéde, Németh Szilárd minden sajtótájékoztatója. Nem Gulyás Márton, ki van közösség ellenes, hanem a Fidesz politikája. Nem egyetettem Marcival, most nehéz elérni. Hozzátok meg, kis vízbe! De szerintem egyetértene velem. Az volna az ajánlatom, hogy akár a jelenlegi vádpont alapján is Marcit állítsák független bíróság elé azzal párhuzamosan, hogy az ügyészség eljárást indít az összes fideszes politikus és oligarha ellen. Korrupció és hatalommal való visszaélés miatt. Itt van egyébként Mokka, Gulyás Marci kutyája. Skandáljuk el, hogy Mokka is itt van, hát ha hallja, örülne neki. Mokka is itt van, Mokka is itt van, Mokka is itt van, Mokka is itt van, Mokka is itt van. Mokka is itt van, 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 Mokka is it